A Magyar Kanizsai Községi Képviselő Testület harmadik rendkívüli ülését tartotta meg március 11-én pénteken. Összehívásának most is az az oka, hogy a meghozó döntésekkel biztosítsa az önkormányzati szervek folyamatos és zökkenimentes működését. Az elmúlt időszakban történt politikai és személyi változások indokoltá tették a község alapszabályának és a községi tanácsról szóló rendeletnek a módosítását. A javaslat szerint a községi tanács tagjainak a száma ma 7-ről 6-ra fog csökkenni. Napirenden szerepel három mandátum megszűnésének a megerősítése is. Napirendi pontok között szerepelt Molnár Gizella a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestületi Elnök helyettesi tisztsége megszűnésének megerősítése, amit a képviselők többségi szavazattal el is fogadtak. Ezt követően titkos szavazással megszavazták az új elnök helyettest Nikola Radmanovicsot, a haladó magyar kanizsáért párt tagját. Határozati javaslatok között szerepelt Krekuska Róbert a Magyar Kanizsai Községi Tanácsba választottak tisztsége megszűnésének megerősítése, Krekuska Róbert ifjúsági, sport és idegenforgalmi szakterülettel megbízott tag, március 1-én benyújtott felmondása miatt a képviselőtestület Molnár Gizellát választotta meg erre a pozícióra. Mivel a tanács taggá választott Molnár Gizella egyúttal lemondott képviselői mandátumáról, a képviselőtestület a jövőben csak 28 tagból áll majd. Sátai Róbert, a Magyar Kanizsai Községi Tanács tájékoztatással megbízott tagja benyújtotta lemondását, így feladott köreit, a tájékoztatással kapcsolatos teendőket Húsvár Ervin polgármester helyettesre bízták, aki tisztségénél fogva ugyancsak tagja a községi tanácsnak. A rendkívüli ülés folytatásában fölmentették a Magyar-Kanizsai Községi Választási Bizottság tagjait, és a képviselő testület kinevezte az új összetételő bizottságot, melynek elnöket továbbra is kasza Attila okleveles jogász. A Magyar-Kanizsai Községi Képviselő Testület összetétele a következő: A VMS képviselőcsoport, mely 16 tagból áll, a Haladó Magyar-Kanizsáért Független Képviselőcsoport, melynek 4 tagja van, és az ukrok képviselőcsoportnak három tagja van. A negyedik képviselőcsoport, melyet nemes Aniceta, Kormos Valentin és Bontovics István alkot nemrég alakult, és az együtt mindenkiért elnevezést viseli.